India az európai népek tudatában úgy él, mint a mesék, a csodák, a rejtelmek és a kincsek birodalma. Ma indiai utazásra hívom Önöket, üdvözlöm a stúdióban Lackó Vas Róbert, világutazó, színművész, szervusz Robi! Szervusz, köszöntöm én is a kedves nézőket, namaste! Köszönjük szépen! Ez a köszönés a hivatalos, vagy a köszönés, indiai köszönés, köszöntési forma? Így van, ez a legnépszerűbb köszöntési forma, ez valahol a mi szerencse kívánatunk és béke kívánatunk között van félúton. Mind a kettőt jelenti, és általában ezt az üdvözlési formát használják mind egymás közt, mind az idegenekkel szemben. Namaste! Nagyon szép. Szépen is hangzik. Robi, nyilván az embernek az első kérdése az, hogy miért választottad Indiát, és hát hogyan jutottál el oda? Nagyon hosszú lenne elmesélni azt, hogy hogyan és miért jutottam én el pontosan Indiába. Hát akkor röviden a lényegét nyilván. Maradjunk annyiban, hogy egy picit akcidentális a történet, véletlenszerűen kínálkozott az alkalom, és mivel lehetőségem és időm is volt rá, azt mondtam, hogy ez egy olyan élmény, amit nem szabad elszalasztani. Ezért belevágtam, és nem bántam meg. Apropó élmény, milyen élmény, mikor egy európai először találkozik az indiai kultúrával? Azt hiszem, hogy életre szóló élmény és kultúrsok. Életre szóló élmény azért, mert az ember valamilyen lélekkel megy el Indiába, és teljesen másmilyen emberként jön haza. Illetve életre szóló, mert olyan élményanyaggal és olyan gazdag lelki és kulturális töltettel, kultúrsokkal érkezik onnan vissza, amit nem lehet egész életben elfelejteni, de földolgozni sem. Sokan óckodnak attól, hogy odautazzanak. Félnek, vajon miért? Talán azért, mert túl keveset, túl sokat és túl keveset tudunk ugyanakkor Indiáról. Az, ami a mi képzeletünkben és kultúrtudatunkban él erről a kontinensnyi távoli országról, az tulajdonképpen a mesék és a fantázia világa. Aki viszont oda elmegy, az már olyan dolgokat is meg tud állapítani, illetve meg tud tapasztalni Indiából, amely bátrabbá és befogadóbbá teszi ezzel a gyönyörű országgal szemben az utazót. Robi, mondjuk el itt a nézőknek, hogy a te fotóidat látjuk, ugye? Engem ami megkapod benne, hogy nagyon sok arcot fotóztál. Igen. Indiának talán a legmegkapóbb vonása az indiai arc. Nagyon tiszta tekintetű népség. Nagyon szépen tudnak az ember szemébe nézni, akkor is, ha szomorúak, akkor is, ha boldogak. Szívesen fogadják az odalátogatót, szokva vannak ők az európaiakkal, hiszen nagyon sokáig éltek ugye brit gyarmatként, nagyon sokat profitáltak ők ebből a gyarmatosításból, ezért az európai, illetve az idegen turistákkal szemben ugyanazzal a nyitottsággal viseltetnek, mint amilyen nyitottsággal viseltettek annak idején a brit kultúra befogadásával. Igen, apropó brit kultúra, hát mit érez ebből az igazi Indiából tulajdonképpen az odautazó, mert azt tudjuk, hogy sokáig brit gyarmat volt, és de ennek ellenére egy nagyon friss, fiatal ország. Indiának nagyon-nagyon-nagyon sok és színes arca van, ugyanakkor van két jellemző vonása. A régi, már kicsit megkopóban lévő ezer arcú India, illetve az új, a brit koloniál stílusú építészet által meghatározott és a modernbe hajló India arca. India egy kontinensnyi ország, a világ második legnépesebb országa jelenleg, és egy olyan feltörekvő hatalmas gazdasággal jelentkezik, amely már lassan-lassan versenyre kell az Amerikai Egyesült Államokkal, illetve magával, Kínával is. Ez óriási dolog, de és nagy a különbség a gazdagok, szegények között? Nagy a szakadék? Igen, ez ismét egy másik két jellemző vonása Indiának, hogy a végletek országa, ezt is jelenti tulajdonképpen a kultúrsok, hogy európai szemmel, illetve európai lelkülettel nagyon nehéz felfogni azt, hogy mekkora a szakadék a gazdag, a módos, a gyönyörű India között, illetve a szegény, a lecsúszott, a nyomorú India között, ahol még mindig a kasztrendszer hagyományai élnek. Te mit láttál? Láttad a nyomorult Indiát is? Igen, alkalmam volt. Alkalmad volt erre? Alkalmam volt. Az ember, hogyha nyitott szemmel utazik az országban, még akkor is, hogyha bejáratott turista útvonalakon megy végig, akkor is módjában áll, alkalma van látni a nyomorúságot, a szegénységet, a perifériát, azokat az arcokat, akik a perifériából tekintenek vissza, és ezek a szomorú arcok a képsorokon bizony ilyen arcokat igen, is lehet látni. Igen, közbelesem a képeket. Robi, az előbb láttam a fegyvereseket, turista vezetve, mit keresnek ott? Meghökkentő látvány. India nagyon sok helyig volt gyarmat, és amikor a gyarmati sorból végül kikeveredtek, India, mint
jellemzően hindu, de nagyon sok muszlim ember hazája is nem bírt megférni egy ország keretein belül, ezért ketté szakították. Az egyik részéből lett Pakisztán, majd később Pakisztán szétválásával a mai Pakisztán és Banglades, illetve India, Pakisztán és Banglades mint muszlim országok, és India mint hindu ország. A közöttük lévő ellentét, illetve a folyamatos terror paranoia és a terror veszély eredményezi azt, hogy Indiában nagyon sok fegyveres lehet látni az utcán. Nagyon erős a jelenlét, és erősen próbálnak ellenőrizni minden olyan objektumot, amely turisztikai jelentőségű, illetve színvonalasabb szállodákat például, de ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy Indiában bármit, nem pont olyan, mint amilyennek látszik. Tehát könnyen kijátszható, vagy könnyen átcsúszhatunk ezeken az ellenőrzési pontokon. De félelmet kelt vajon a turistákba, vagy az odalátogatókba, vagy az ott élőkbe egyáltalán? Azt hiszem, hogy az ott élőkben mindenképpen egyfajta biztonságérzetet kelt, de mivel India egy hatalmas ország, az India középső és déli részén ebből mit sem értenek és mit sem érzékelnek, ez inkább a Kashmir környékére jellemző, meg a Kashmir fele, Kashmirhoz közeleső államokban, India egy szövetségi állam, ezt is kell tudni. A turistáknak pedig mindenképpen biztonságérzet, mert egy olyan idegen kultúrában találják magukat, ahol a biztonságiak, a fegyveresek jelenléte az ő biztonságukat is tulajdonképpen jelenti és szavatolja. Okay. Nagyon érdekes, mert amilyen előítéletekkel viseltetünk mi az indiai kultúra, India mint ország iránt, ugyanazokkal az előítéletekkel viseltetnek ők is Európa iránt. Hát Európa körülbelül akkora számukra, mint számunkra India. Tehát Európában számukra nem nagyon van különbség mondjuk Magyarország és Franciaország között. Hát beszéljünk az indiai nőkről. Milyenek az indiai nők? Indiában, hogyha szétnézünk, minden a szerelemről szól, majd igen? Később valószínűleg szó lesz arról, hogy Taj Mahal, meg Agra, bizony. Az is a szerelem egy csodálatos, a világ legszebb szerelemről szóló emlékműve, de Indiában a nők talán szebbek, mint máshol, és ezt azzal magyarázzák maguk az indiaiak, hogy az indiai női viselet az a világ legszebb női viselet, amely a nőiséget a maga legpompásabb formájában emeli ki. A száriról beszélünk természetesen, ami egy 6-7 méteres, hosszú, gyönyörű, szép szövet, széles szövet, amit a nők nagyon raffinált technikával tekernek magukra, és ez adja számukra azt a kecses formát, amelyet még a molett vagy kövérebb nőkön is megcsodálunk. Tanulhatnánk tőlünk mi európai nők, annyit kínlódunk, hogy... Nagyon egyszerű egyébként ezt az öltözködési formát megtanulni, és nagyon szellős ruháról van szó. Valószínűleg nagyon szeretnék az itteni nők is például nyáron viselni a szárit. Előítélet van abban, hogy miért nem látunk például nőket felöltözve néha száriban, vagy indiai tunikában, de azok a fajta vászoningek, amiket itt néha látunk nőszemélyeken, azok már hasonlítanak az ottani tunikákhoz, valószínűleg onnan is származnak. Ez az ink például, amit itt rajtam látnak a kedves nézők, ez is tulajdonképpen európai. Igen, erre akartam rá kérdezni. De Indiából származik. Egy autentikus indiai ink, természetesen a turistáknak gyártják, egy nagyon szellős, könnyű anyagból készült csíkos szövet. És gyönyörű. Igen, jellemző rá, az egész Indiára tele van színekkel. Robi, milyen a nők helyzete? Ezt tudomásul kell venni, hogy India, mint távol-keleti, illetve dél-kelet-ázsiai ország, teljesen más kultúrával, más családkultúrával rendelkezik, mint Európa, mint amit mi egyáltalán felfogni vagyunk képesek. Ennek ellenére, mint a világ legnagyobb demokratikus berendezkedésű országa, a nők helyzetét nagyon szigorúan és figyelemmel kezelik. A 1947-es felszabadulás óta a nők egyenrangúak a férfiakkal, ugyanazok a jogok illetik meg őket, választójog is ugyanolyan formában illeti meg, sőt, jelen pillanatban India elnöke, köztársasági elnöke egy nő. Illetve India egyik legnagyobb államának, a legnagyobb államának az elnöke, mint szövetségi állam elnöke, az is szintén egy nő. Ennek ellenére én például, amikor ott voltam Indiában, akkor a parlament környékén egy hatalmas tüntetés zajlott, ahol kizárólag nők vettek részt, és keveselték azt a 35%-os kvótát, ami a parlamentbe jutásukat jelenti, és ők kérték maguknak az 50%-ot, ugyanis Indiában is a statisztika, a becslések kimutatják, hogy több nő él, mint férfi ma már. Hűha! És milyenek a férfiak? Most már a nőket megkérdeztem. A férfiak kevésbé színesek, mint a nők, rendkívül kedvesek, érdekes módon a vidéki Indiában, indiai tájakon látni lehet, hogy
a nők sokkal többet dolgoznak, mint a férfiak. A férfiak előszeretettel viselik az európai vagy európai jellegű ruházatot, tehát a pantallót és az inget, a kitűrt inget. Természetesen a fővárosban látni nyakkendős úriembereket is, de még mindig látni az utcákon például az úgynevezett dutit, a gyapjúgatyát, ami szintén egy nagyobbacska gyapjú vászonból ilyen pelenkaszerű tekeréssel kerül a derekukra. Robi, közben ne felejtsük el elmondani, hogy ez a zene, amit itt a képek kísérőjeként hallunk, hát az a híres Ravi Shankar zenéje, aki ugye a többek között a Gandhi film zenéjét is szerezte. Igen, ez nagyon jó, hogy szóba hoztad a Gandhi filmet, majd valószínűleg beszélünk még később Gandhi kapcsán róla. Ez azt hiszem Richard Attenborough. Beszéljünk most a filmről és hát Gandhiról is. Richard Attenborough filmjéről van szó. Valamikor a 80-as évek vége fele készült azt hiszem a film, és egy emlékezetes alakítás Gandhi életével kapcsolatosan. És hát a zenéről csak annyit, hogy nekünk is közünk van ehhez a zenéhez, ugyanis hasonló harmóniákban szerveződik ez a zene is, mint például a magyar, az autentikus magyar népzene. A pentatóniait is felfedezhetjük. És mondjuk el azt is, hogy szitáron játszik. Szitáron játszik, hát, igen. A művész, ami egy jellegzetes indiai hangszer, például a Jaipuri Albert Hallban, a múzeumban egy egész gyűjtemény van szitárokból, és kiállítási tárgyként lehet őket megtekinteni. Hihetetlen. És hát, hogy Gandhinál maradjunk, India és Gandhi. Milyen formákat lehet Indiába Gandhi kultusz? Te mit tapasztaltál? India 1000 arca közül egyik a Gandhi arca természetesen. Igen. Gandhi arcával és Gandhi szellemiségével bárhová megyünk Indiában, találkozunk. Már csak annál az oknál fogva is, hogy India vezetésében mind a mai napig a Nehru Gandhi dinasztia az erőteljesen jelen van, a parlament alsóházának az elnöknőjét, úgy hívják, hogy Sonia Gandhi, aki a valamikori Rajiv Gandhinak a fia, Indira Gandhinak a menye volt. Ő maga egy olasz származású nő, de mint honosított indiai, ma a legnagyobb indiai kormánypárt elnöknője is egyben. Nagyon sokszínű, hát arról is muszáj beszéljünk, hogy az indiai társadalom nagyon sokszínű vallási és etnikai vonal. Hát mi amennyit tudunk így felületesen, így innen Európából, hogy ott vannak a hinduk, muzulmánok, a szikek, de hát ennél tovább nem ismerjük. Nagyon örülök, hogy ezt a kérdést a Gandhi témakör után tetted fel, ugyanis a Gandhi feelinget Indiában úgy is lehet érzékelni, mint egy külön vallást. A Gandhi töltete Indiának az, ami összefogja ezt az országot, mivel egy nagyon sokszínű etnikai és vallási hagyományokkal rendelkező országról van szó, több mint 200 különböző nyelvet beszélnek, fontosabb nyelvekről beszélek, csak a táj jellegű nyelvekről és a nagyon kevés személy által beszélt nyelvekről nem is szólok. És hát ugye a 80 annyi százaléknyi hindu mellett itt azért egy nagyon jelentős muszlim közösség, 11 százaléknyi muszlim közösség, ami körülbelül 30-40 millió embert jelent. Maguk a keresztények is 23 millióan vannak, többen, mint a mi országunk lakói. De jelentős szik közösség él, ami valahol félúton van a kereszténység, a buddhizmus, a hinduizmus és a muszlim vallás között. Valahol középen egy nagyon érdekes vallás, ők is 11 milliós lélekszámot számlálnak, de ott élnek a párcik, a híres párcik, egy nagyon kis közösségről van szó, de egy nagyon erőteljes vallási jelenléte. Robi, az imént láttam itt a képeken az indiai elefántot, és akkor nem bírom ki azt se, hogy a sztereotípiákról ne beszéljünk. Hát ott van a szári, ugye, amiről beszéltünk, az indiai nő, az indiai elefánt. A tehénről majd később, mert az külön fejezetet értem el. Érdekes módon az indiai elefánttal én az autópályán találkoztam először. Ugyanis mit keresett ott egy elefánt az autópályán? Az autópályát úgy kell elképzelni Indiában, mint egy olyan többsávos, oda-vissza többsávos széles út, amely áthalad vidékeken is, áthalad falvakon is, ilyenkor találkozunk akár teveszekerekkel is, de akár elefántokkal is, de például Jaipur mellett az Amberi erődbe a fölvezető utat csak is elefánt hátán lehet megtenni, természetesen ez is turisztikai fogás, meg kell vásárolni az elefánt hátán a helyet, meg kell vásárolni magát az elefánt hajcsárt, meg kell vásárolni az élelmet az elefántnak, sőt a fényképet is, amit az elefánt hátán elkészítenek. Az elefánt ugye India egyik szimbóluma, és igyekeznek azért a turisták számára látványosan is megmutatni. És akkor a tehenekről is beszéljünk, mert hát India is a tehenek, és azt mondtad, hogy különleges viszonya van Indiának a trágyával.
Igen, hát az a tehén és a trágya témaköre nagyon érdekes, ez európai szemmel, illetve európai mentalitással nagyon nehezen felfogható, a tehén az ugyanis szent állat. Úgy képzeljük el, hogy a tehenet mint haszonállat is tartják, természetesen a tejét, a borjasztatás is ugye mint haszontevékenység jön itt szóba, de hát a trágyáját is mint haszonterméket használják, a trágyából ugyanis több minden készül, elsősorban fűtőanyag, de készül például vallási szertartásokhoz is, a tehén különböző hasznaiból egy amalgám, a tehén trágyájának a hígított levével például fölmossák a padlót. Ez gondolom egy szertartás. Szertartás jellegűen nem állandóan, de például az új lakók, amikor beköltöznek a házasságkötés után az új lakásba, akkor ezzel a lével mossák fel a padlót. Nem kell tőle idegenkedni, ugyanis ha belegondolok abba, hogy a tehén trágyájának különböző felhasználási formái között például az áramfejlesztés is Indiában már megoldható, vagy például ezzel tüzelnek vidéken, egy tehén lepénynek megfelelő méretű trágyából és szalmából összegyúrt lepénnyel például meg lehet főzni az egész aznapi ebédet. Ahogy ők látják az európai kultúrát és próbálnak csippenteni az európai kultúrából, mi is körülbelül ugyanezzel a hozzáállással tudunk csak csipegetni az indiai hatalmas kultúrából. Az ő kultúráiból. Tehát, amikor látjuk a gyönyörű indiai hastáncosokat. Nem is hastáncosok, mert ez tulajdonképpen nem hastánc. A body language, a testbeszéd egy olyan jellemző Indiára, csak is Indiára jellemző módon épült be az ő tánckultúrájukba, hogy minden egyes mozdulat sor a kézzel, a lábbal, a testtel, a fejjel különféle mondatokat, egész történeteket jelent, és ezt ők értik. Na, nagyon sajnálom, hogy azt is most nem tudjuk bemutatni, de hát ide legalább 2 órára szükség lenne, hogy végig tudjuk beszélni. Robi, nem beszéltünk a kulturális és épített örökségről, mert közben egy gyönyörű felvételeket látunk. Hát Indiában, amivel a turista találkozik, az elsősorban a brit koloniál építészet, illetve a mogul építészet, és a kettő egymásra hatása, de ezen kívül láthatunk persze a hindu hagyományoknak megfelelő templomokat is, illetve hát amilyen kölcsönhatás érte őket muszlim területről is. Az imént láttunk egy olyan asztalnak a részletét, amely drágakő, féldrágakő berakásokkal készült, és ezeket a féldrágakő berakásokat például épületeknek a külső falán, mint díszítő elem is megfigyelhetjük. India egy nagyon gazdag és nagyon látványos az építészeti örökségét tekintve. Átérhetünk a gasztronómiára? Természetesen. Na, én egy dolgot tudok. Olvastam a nága dzsolokiáról, ami állítólag a világ legerősebb paprikája. Ennyit. A másik dolog meg az, hogy egy kedves közeli ismerősünk pár héttel ezelőtt érkezett vissza Indiából, annyira súlyos gyomorrontással, hogy majdnem belehalt. Tehát oltással mész oda? Kell vigyázni, hogy mit kóstolsz meg? Ugye rólam az ismerőseim, barátaim tudják, hogy én igyekszem mindent fenékig kóstolni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy az emberek nem kell odafigyelni egy ilyen távoli országban, ahol nem igazán tudod, hogy milyenek a higiéniás körülmények, hogy mit eszel és hogyan eszel. Arra azért vigyáztam, hogy úton útfélen ne étkezzem, ne igyak az ők általuk felkínált különféle helyi jellegzetességű italokból, de vendéglőkben, útszéli turisták számára fenntartott vendéglőkben ugyanezeket az étkeket találod meg, csak jellemzően sokkal választékosabb tálalásban és sokkal jobb higiéniás körülmények között elkészítve. India azt hiszem, hogy talán a világ egyik leggazdagabb, ha nem a leggazdagabb gasztronómiai kínálatával rendelkezik úgy saját szükségletre, mint a turisták számára. Hát ugye egy hatalmas országról lévén szó, rendkívül sok tájegység, sokféle ízét és sokféle eledelét lehet fogyasztani. Nem lehet viszont fogyasztani marhahúst érthető okokból, igen. A tehén az ugye szent állat. Ezért a tehenet hagyják a maga természetességében kimúlni, ezért láthatjuk kóborolni a szent teheneket országszerte. Kevésbé mondjuk Új-Delhiben, ami megpróbál fölzárkózni a világ nagyvárosaihoz, ezért Új-Delhiből kitiltják a teheneket, de Ó-Delhiben már lehet találni teheneket is. Ami pedig a paprikát illeti, illetve a csípős fűszereket illeti, Indiát nem lehet utolérni fűszerszámok tekintetében, a paprika pedig számukra nem csak a
fűszerpaprika nem csak fűszernövényt jelent, hanem például ebből a fűszerpaprikából készül a leghatásosabb biológiai fegyver. Bevetik például tömegoszlatásnál. Annyira erősen csíp, és annyira erős a hatóereje, hogy utána órákig kell mosd a szemed ahhoz, hogy ezt a csípős érzetet kimosd a szemedből. Hú, mi volt a kedvenc indiai eledeled? Vagy nem, ne kérdezzek ilyet. Ilyet nem lehet kérdezni, minden, amit Indiában ettem, a kedvencek közé tartozik. Mi azt hisszük, hogy a curry az egy indiai fűszer. Nos, a curry... Nem? A curry az annyiban indiai fűszer, hogy mi egy fűszerkeveréket használunk curry címszó alatt, de a curry, vagyis a curry az tulajdonképpen egy eledelt, egy bizonyos fajta szószos ételt jelent magát, ezt a szószos ételt. A fűszerkeveréknek a neve masala, és ezeket a masalákat használják különféle ételek ízesítéséhez, szószos ételek ízesítéséhez, a masalákat mindig a szakács azonnal, azon mód keveri, ahogy ő szokta, ahogy ezt tanulta a saját hagyományának megfelelően. Tehát azonos jellegű ételeket kétszer ugyanabban az árnyalatnyi ízben soha nem tudsz egy szakács kezéből megenni, mert mindig akkor keveri össze. Robi, gyorsan kérdezek, mert kevés időm, most nagyon kíváncsi vagyok, még közlekedés, autókat is láttunk az imént, nagyon érdekes. Minden van az utakon Indiában, amit elképzelhet az ember, a luxus autóktól egészen a tehenekig, ugye a tehenek ott állnak a forgalomban, és senki nem bántja őket. Utaztam én biciklis riksán is, motoros riksán is, jellemzően ez egy nagyon olcsó közlekedési eszköz, és azért nagyon hatékony, mert befér mindenhová, illetve előzni is könnyen tud. Úgy képzeljük el például Delhi utcáit, hogy 6-8 sávos úton, például 10-12 sávban közlekednek, ezért szinte minden autót látsz megpotyolva, minket is megütött egy autó. Menet de nem okoz akkora gondot, akkora traumát, mint nálunk. Nem okoz nagy gondot, menet közben összekiabálnak egymással a sofőrök, és mindenki megy a maga dolgára. Robi, nagyon röviden egy mondatban, mert nincs időnk, kézművesség. Ha szuvenírt szeretnék hozni Indiából, mit érdemes? Például miniatűrt Mandavából, a festett Havelik országából. Ez egy rajasztáni Rajput állam volt valamikor, és a festett Havelik, a festett kereskedő házak jellegzetességeit megjelenítik ezen a valamikori brit hagyományoknak megfelelő levélpapíron. Vagy aki pénz, akinek a zsebe engedi, és a pénze is annyi van, vásárol például gyönyörű sejem perzsa szőnyegeket. Főleg kézműves terméket érdemes. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt az izgalmas beszámolót. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.